Február 6-án pénteken este köszöntöm Önöket tisztelettel. Jó estét, Róna Jégon vagyok. Az egyenes beszédet látják, és kedv van. Bármit is mondtam az előbb, ami ezzel ellentétes lett volna. Viszont két vendégünk van itt a stúdióban, az egészen biztos. Ezzel ellentéteset nem is mondok. Novák Zoltán, a Mértelmese Politika Elemző Központ elemzője. Jó estét. És az egykori miniszter. Miniszter, jó estét kívánok. Juhász Ferenc, és itt van egy idézet, ami Novák Katalintól származik, egy mai sajtótájékoztatóról, ami nem ezért jött létre, de ez egy alkalom volt, hogy találkozva vele a sajtó kérdezhessen. A mi munkatársunk, az ATV főmunkatársa tette fel a kérdést, hogy minden kegyelmi, és erre kapta a választ, hogy minden kegyelmi döntés a természeténél fogva megosztó, mondja a köztársasági elnök erre a döntésre, és az ő elé terjesztett több száz kérvényből minden esetben igyekszik körültekintően dönteni. Rejtő Jenőnek van egy nagy sikerű könyve, ez a Vesztegzál Grand Hotelben, amikor a szállodigazgató a vendégeket megnyugtatja, hogy mindenki őrizze meg a hidegvérét, és akkor kitör a pánik. De ez a nyilatkozat most pont olyan volt, hogy miközben egyébként az volt a politikai szándéka Novák Katalinnak és a csapatának, hogy mindenki nyugodjon már végre le, egy nagyon bölcs döntés született. Azt gondolom, hogy indokolta a pániknak a kitörése. Hát ez olaj a tűzre. Egyszerűen pontosan erről van szó. Nyilvánvalóan a kormányzati kommunikációs emberek nem szálltak be Novák Katalin mellé, hogy adjanak tanácsokat arra vonatkozóan, hogy egy ilyen szituációban mit kell, mit lehet és mit nem lehet csinálni. Megosztó. Erre azt mondani, erre a döntésre, hogy megosztó. Miért? Van, aki a pedofília mellé állt? Így van. Hát ugye számos dimenziója van ennek a botránynak, és nagyon sokféleképpen megközelíthetjük, de itt valóban azt várta a közvélemény, és tulajdonképpen az elemzők is, hogy ma valamilyen választ kapnak. És tulajdonképpen a probléma az, hogy nem kaptak választ, és láthatóan a kormányzati gépezetnek sincs egyelőre erre válasza, hogy hogyan is kellene. Hát most ugye a dollárbaloldalt már elkezdték. Jó, de hát ostromolni. Kocsis Máté már írt erről valamit. Valahogy indokolni kellene ezt a döntést, és ugye a legnagyobb probléma az a inkonzisztencia, amit ez az egész kivált. Tehát, hogy a szembe megy egy 2-3 éves kampányával, ilyen identitásépítő, arculatépítő kampányával a Fidesznek, ez az egy döntés, és nincs kétségem afelől egyébként, hogy előbb-utóbb valamilyen válaszreakció fog erre készülni, de egyelőre ez még nincs kész. Nem volt elég idő arra, hogy rendes méréseket csináljanak, hogy a különböző döntések, illetve erre adott reakciók milyen fókuszcsoportokban milyen reakciókat vált ki, és éppen ezért még nem született meg a döntés, és hogyha volt valamilyen instrukció a központból Novák Katalin felé, az valószínűleg az volt, hogy még várjon. Még de amit tudunk indokként, ami nem ad választ a kérdésekre, de valamiféle mondás legalább, az, hogy a pápa látogatás örömére, tiszteletére és okán engedte ki a börtönből ezt a pedofiliát a saját főnökén keresztül támogató embert. Ugyanakkor engedett ki, ugyanerre hivatkozva olyan embereket, akiket a bíróság terrorizmussal kapcsolatosan ítélt el, ugye ez a budaházi ügy volt, és az ő csapata. Nagyon furcsa lenne, hogyha a pápa pont azt kérte volna, hogy terroristákat meg pedofilokat tessék szíveskedni kiengedni a börtönből. Nyilván. Igen, de bocsánat, csak egy mondat, hogy az már egy éve történt, és láthatjuk, hogy olyan nagyon nem rengette meg egyébként a kormányzat támogatottságát. Tehát, jó, de ezt a történetet ezt most ismertük meg. Igen, ez rendben van, csak az viszont nyilvánosságra került időben. Szerintem egyébként problémásabb ügy is az, több vonatkozásban, és mégsem rengette meg igazából. Miért problémásabb ügy? Az egyiket hogy tudod összevetni a másikkal? Ugye, itt ilyenebb vagy olyanabb? Szerintem az nehezebben kommunikálható. Itt ugye nem konkrétan egy pedofilt. Egy pedofiliát támogató embert voltak. Támogató, hát akkor lenne támogató, hogyha mondjuk nem tudom. Ha tudott róla és elhallgatta?
Ha tudott róla, és elhallgatta. Igen, ezért ítélték el. Ha tudott róla, elhallgatta, és rá akarta venni, nem, erről elég nem, sokat lehet tudni, mert a sajtó elég részletesen feltárta akkor is. Tehát ezt az embert azért ítélték el, mert a főnöke... El akarta kenni az ügyet utólag. A főnöke... Arról is tudunk, hogy ő tudott róla végig, ami alatt... Igen, jelzést kapott. Arról is lehet tudni, és arról is lehet tudni, mert próbálta rávenni az egyik áldozatot. Igen, ezért ítélték. Ő általa megírt vallomással, hogy azt írja alá. Konkrétan ezért ítélték el. Jó, mind a kettő problémás, de azért, hogy mondjam, egy ilyen belső terrorizmussal, szélsőjobboldali terrorizmussal vádolt ember kiengedése sem könnyebb eset ilyen szempontból. Mind a kettő nagyon... Így már jobban szeretem a mondatodat. Nagyon problémás, és nagyon nehezen kommunikálható. Tehát mind a kettő nehezen megmagyarázható, és nem igazán okozott nagy törést a kormányzat támogatott. De ez most elég nagy felháborodást okoz, mert hogy itt azért... Az előző is elég nagy felháborodás. Itt azért vannak szülők, akiket ez mélyen érint, vannak érző emberek, akik ezt nem értik, és van egy, ahogy mondtad, van egy Novák Katalinra is felépített, a családbarát, a pedofília ellen küzdő, a családon belüli erőszak ellen küzdő, és ezt hosszan lehet sorolni, politikus arcképe, aki köztársasági elnök lett, és hopp, aláír egy ilyet. Igen. Soha nem gondoltam, hogy egy politikai elemzővel fogok itt a szóért versengeni, de hát ez már egy ilyen helyzet. Én azt gondolom, hogy az első egy politikai természetű döntés volt. Nyilvánvalóan tudni kell a kedves nézőnek, meg mindenki, aki figyeli, hogy Novák Katalin köztársasági elnök nem egy szuverén, nem saját érdemei alapján került oda ahova, hanem abban a lojalitásból adódóan, amit ő tudott produkálni, a Fidesz választotta Orbán Viktor döntése. Meg akar felelni annak a politikai elvárásnak, amit vele szemben támasztottak, éppen ezért engedte ki azokat a szélső jobboldali figurákat, akik egyébként tényleg terrorcselekményeket követtek el, és valóban annak is volt jelentős visszhangja, de én azt gondolom, hogy ennek most nagyobb van, miközben engem politikailag az jobban zavart. Itt nyilvánvaló és egyértelmű egy olyan bűnpártolás, amit nem fognak tudni kimagyarázni. És az, hogy a kormány hallgat, az elmúlt 3 napban hallgatott, az, hogy ma megszólal a politikai igazgató, és azt mondja, hogy gyakorlatilag Novák Katalinra bízzák, és nem kérdőjelezik meg az ő döntését, az, hogy a volt igazságügyminiszter férje lényegében elhatárolódik ettől a döntéstől, ez mind azt jelzi, hogy itt valami nagyon nincsen rendben, és én szerintem azt is jelzi, hogy ha arról van szó, akkor Novák Katalin simán járhat úgy, mint Schmidt Pál. Most akkor, hogyha már szóba hoztad, akkor említsük meg Magyar Pétert, aki Varga Judit korábbi igazságügyminiszter, most EP-lista vezető férje, és aki hát egy furcsa bejegyzésre reagál, Skrapszki Fruzsina, aki Novák Katalin tanácsadó testületének tagja, írta ki, hogy ez egy titkos szolgálati akció is lehetett Novák Katalinnal szemben, ami egy egészen furcsa összeesküvés elméletnek ágyazhat meg, nem tudom, mi járhat a fejében, de erre reagál Magyar Péter, és írja azt, hogy született egy rossz döntés, valószínűleg többen is hibáztak, ilyenkor nem titkolózni kell és terelni, hanem magyarázatot adni, elnézést kérni, és ha lehet, valahogy jóvá tenni. Igen. Ha még férje lenne Varga Juditnak, nyilván ez a mondat még sokkal keményebb lenne és erősebb, de így sem gyenge. Így sem gyenge, és azért kijelölt egy menekülő utat a kormányoldal számára. Nem tudom, hogy ez fog-e történni, mert egyelőre ennek jelét sokat nem látjuk, de minden esetre a két esetet, ha továbbra is összevetjük, és érdekes lesz majd a Schmidt-féle összehasonlítás is én szerintem, akkor azt látjuk, hogy itt még ebbe az irányba ki lehet menekülni, és egy tévedésnek be lehet ezt állítani. Ma nem ez történt, ma gyakorlatilag megvédte a döntését a... Ezután nehéz ezt tévedésnek beállítani. Jó, egyik mondott a másikat, persze Magyarországon simán követheti. Igen, és ne felejtsük el, hogy az azért a saját tábor felé egy egészen más tálalásban kerül a saját tábor elé, tehát hogy itt ne legyen afelől kétségünk, hogy egészen más kis ez saját izgalmas, tábor... amit mondtatok, hogy 3 napja csend van. Tehát a saját tábor egy kicsit figyel másfelé is, csak egy kicsit, nem kell nagyon. Csak beleolvas olyan internetes portálokban, ami nem közvetlenül az, ami.
akkor ezzel már találkozik egy másfajta olvasatban, és erre csak egyelőre az a válasz, hogy az a dollár baloldal mondogatja ezt, amelyik nem szavazott meg valamit. Ez nagyon gyenge válasz egyelőre. Novák Katalin, én szerintem most itt mértéket és céltévesztett ezzel. Egyébként, aki megnézi magát a nyilatkozatot, ez nem olyan Novák Katalinos, vigyorgós, mosolygós, hanem szemlátomás nagyon-nagyon feszült, ami egyébként sok mindent elárul. És igazából a lényeget nem mondta, hogy ő személyesen miért döntött így. Mindenki erre kíváncsi. Az az érvelés, ami arról szól, hogy nem nyilvános az indoklás, az nem azt jelenti, hogy szupertitkos, és 150 évre el van zárva. Hiszen a budaházi ügyben is így indokolt. Van. Ő minden szívfájdalom nélkül elmondhatta volna, hogy megesett a szívem rajta ezért és ezért, olyan információk jutottak a birtokomba, ami ezeket elmulasztotta elmondani, és én azt gondolom, hogy a népharagot, mert hogy egyébként alakul ezzel kapcsolatosan a népharag, magára húzza. Egy másik ügyet hozzunk ide, már el is felejtjük szinte, van itt nekünk a NATO-val kapcsolatban egy elég súlyos vitánk, és ezügyben hétfőn volt egy parlamenti ülés, ami már nem csak a svéd NATO csatlakozásról, hanem rögtön erről a dologról is kezdett szólni, amiről az imént beszéltünk, mert hogy ez most itt átitat mindent a belpolitikában, de közben meg azért itt van egy másik ügy, amivel kapcsolatban az Egyesült Államok nagykövete is megszólalt, és intőjelként a nagykövet mellett ott ültek a parlamentben azok a szövetségesek, akikre Orbán Viktor számos esetben számít, a szlovák nagykövet, a lengyel nagykövet, hogy csak kettőt mondjak, akik fontosak Orbán Viktornak, és láthatóan amellett álltak ki, hogy Magyarország ratifikálja végre parlamenti erővel is a NATO csatlakozását Svédországnak. Mire várunk? Én értem, hogy a miniszterelnök, a svéd miniszterelnök, de valójában mire? Most már csak tényleg erre. Tehát egy olyan csapdahelyzetbe navigálta bele magát a kormány, amiből most már tényleg csak úgy lehet igazán jól kijönni, hogyha a svéd miniszterelnök ugye ellátogat hozzánk. De könnyörgöm, mert a magyar politika jelenleg pitiz a svéd miniszterelnöknek, hogy gyere már el, hogy megszavazhassunk. Hát ez mennyivel bátrabb, mint azt mondani, tudod mit? Megszavazzuk, aztán legyen, ami most lesz. Itt viszont azt kell mondjam, hogy valószínűleg megtörténtek a megfelelő mérések, és ugye ezek a mérések valószínűleg azt tették mérlegre, hogy mi a jobb, hogyha várunk a rendes ülésszakig, és egyébként megadjuk az esélyét annak, hogy a svéd miniszterelnök idejöjjön, és bármilyen gesztust tegyen, ami fel, hogy mondjam, kármentés mellett felhatalmazza a magyar országgyűlést arra, hogy megszavazza. Tehát, hogy ez a jobb, vagy hogyha most ezen a rendkívüli ülésen részt vesz a Fidesz és megszavazza. És valószínűleg az jött ki a mérésekből, hogy a kisebb presztízsveszteség az, ha ellenzéki győzelem lett volna. Várunk. Hiszen az ellenzék hívta. Én nem gondolom, hogy lehetett volna ezt, hogy mondjam, egy csomóféleképpen csomagolni, és egy csomóféleképpen kommunikálni. Tehát lehetett volna még itt is lépni egyet, de én szinte biztos vagyok benne, hogy ez a döntés a mérések alapján dőlt el, és ezért... NATO ügyben hallgassuk meg a volt honvédelmi. Köszönöm szépen, föl kell tenni azt a kérdést, hogy kinek az érdeke ez a halogatás. Mit nyer Magyarország azzal, hogy gyakorlatilag a utolsó utáni ebben a pillanatban. De mit nyer most már majd, bárki más, akár Oroszország is semmit? Gyakorlatilag de jure nem, de facto már úgy kezelik Svédországot, mint a NATO tagja, hiszen a mostani nagy hadgyakorlat részese és egyéb egyeztetések részese is, de mégis ott van a küllők között Orbán Viktornak a seprűnyele, ami nem hagyja rendesen forogni a dolgot. Magyarország biztonsága szempontjából egyértelmű, hogy az volna az érdek, hogy Európa közösen a NATO-ban garantálja a biztonságot. Ennek a megakadályozása az ország ellen való fellépés, tetszik, nem tetszik. Itt egy olyan pitiánel presztis harcot vívnak most ebben a pillanatban, amit ugyan átmenetileg lehet, hogy a szavazók díjaznak, de összességében és hosszú távon egészen bizonyos, hogy az ország látja kárát, és ezt nem felismerni, azt gondolom, hogy történelmi. Elképzelhető, hogy egyfajta szuverenitás küzdelemnek látják a szavazók, a Fidesz szavazók azt, hogy sem az Európai
Unióval, sem a NATO-val nem vagyunk kiegyezve és megegyezve, és volt egy pillanat, amikor mind a kettőben mindenkivel szemben egyedül Magyarország állt. Lehet ez egyfajta szuverenitás megjelenítése? Igen, szerintem nyilván ezt az értelmezést kínálják fel a számukra, és ilyen értelemben ezt erre reagálnak is, jól rezonál a saját tábor mindenképpen. Nyilván. Mindeközben, hogyha ma lenne egy népszavazás bármelyik kettőről, akár a NATO-ról, akár az Európai Unióról, ma Magyarország megszavazná mind a kettőben a tagságunkat. Igen, ezzel kapcsolatosan is volt fölmérés, tehát a svéd csatlakozást is túlnyomó részt támogatják a magyarok. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy alapvetően magát a küzdelmet hogyan adja el a saját szavazótábornak, tehát hogy egy ilyen szuverenitási küzdelemként adja el a magyar miniszterelnök ezt a típusú konfliktust, és erre viszont azért a saját szavazótábor bevő. Nagyobb része, miközben egyébként morzsolódik le, szemmel láthatóan valamennyi kutatás ezt támasztja alá. Hát meg azt is, hogy akkor az előny, hogy gyakorlatilag az ellenzéki oldalon van, miből senki még integetve sem látja. Igen, tehát. De ezzel együtt is. Példának okáért a mostani ügy, ami Novák Katalinnal történik, sok elemében hasonlít egyébként az annak idején megfogalmazott román-magyar alapszerződés és az azt követő történetre. Az az ellenzéket egységesítette, a társadalmat felrázta egy kicsit, ez is lehet egy ilyen ügy. Na meglátjuk, hát nincs olyan nagyon messze a választás, hogy ez addig, hogyha az ellenzék komolyan gondolja, akkor lecsengen és ne hagyjon nyomokat, hogyha így lesz egyáltalán. Juhász Ferenc és Novák Zoltán, köszönöm szépen. Köszönöm.